Most, hogy a lányok elmentek, de ha még esetleg a megmaradottaknak mondom, hogy előre elnézést kérek, mert ez egy olyan téma lesz, egy kicsit ilyen vidámabb, hát nem vidámabb, ez nem vidám dolog, csak ilyen celebordi, kicsi ilyen fiús, kis ilyen kis izé, ilyen fingós, büfögős, röhögős cucc, tehát ilyen, na mindegy, előre elnézést kérek. De van pár érdekes sztori, amit szeretnék megosztani ezzel a fingással és egyéb gyomorrátalmakkal kapcsolatos történetekkel. Előre elnézést kérek, megpróbálok majd ugye nem csúnyán beszélni, de akkor is erről fog szólni a téma. Bocsássatok meg. Hogy miért kell ilyen videókat csináljak? Hát erre az a válaszom, hogy én mondom mindig azt, hogy tényleg ne vessünk mindenen, azt kell közben még ilyen videókat csinálok, hogy rossz a jobb karom! Please! Give me a hug! Please! Értitek, hol a probléma, szóval ez így nem jó. Meg hát amúgy is, nyár van, nem? Vidámság, kisütött a nap, kell egy kis röhögni a másik nyomorán, nem? De hogy nem. Nyári dallam, járj át a szívem, nyári napfény égeti a testem, téged akarlak, baby, gyere velem, tőle nem kell félni, love, sex, suttog, dújra, együtt érjünk, fel a csúcsra, ketten, az éjszakában, tárcra hív, a Grazer kabátban. Figyelj, Grazer, nekem van némi affinitásom ez az egész zeneszömeg témához, és az, hogy te kicserélted a Kelemen nevét a Grazerre, ez komolyan azt jelenti, hogy benned van némi potenciál, tehát ott van benned a költészet csírája. Mert komolyan mondom, ez volt vagy egy 4-5 éves szintű humor. Esküszöm neked, nagyon jó. Ezzel valamit kezdened kéne. Srácok, ugyan, nem már légy szíves. Hagyjuk már ezt, ne. Megint zavarba hoztok, hát én csak most úgy oda mondtam a végén, nem kell ebből akkor. Figyelj csak, ne. Tehát, hogyha valamiben jó vagy, akkor abban jó vagy. És már pedig te ebben jó vagy. Gondolkoztam már azon, hogy tényleg zene szövegeket fogsz írni? Hát ugye vannak nekem ezek a bőr problémáim, itt a HD-nak köszönhetően kurvára látszik és meg ott pofámba süt a fény, ez is. És ugye úgy voltam vele, hogy el kéne menni bőrgyógyászathoz, és akkor ezt így el kéne intézni ezt a dolgot. Jó, el is mentünk. Gyulán a helyi, hát ugye a helyi orvosok, hát igen, nagyon tehetségesek. Elmentünk. A diagnózis mondhatni nagyon hamar megszületett. Őnek aknéja van. Kugva életben, ezt nem hittem volna azért. És nem csak a diagnózis született meg hamar, hanem a kezelés is. Írasson ki egy doboz tampon méretű antibiotikumot is, vegye a pofájába, és szedje. 3 hétig lehet szedni, utána már veszélyes, utána egy hónapig pihentetni, aztán megint. Hát igen, megérte gőrizni az egyetemen. Jó, megrendeltük, tényleg ekkora volt bár, kúra, de durva volt, és így szedtem egy ideig. És hát köztudott, hogy ugye megbolygatja ezt az egész bélflórát, meg minden, mert ugye az antibiotikum, főleg egy geci erős, ugye mindent kinyír, minden baktériumot, mert pedig vannak olyan baktériumok, amik ugye szimbiózisban élnek a szervezetünkben, szóval hasznos, lebontó baktériumok is találhatóak a testünkben. És hogyha ezek ugye kimurdálnak, akkor az emésztésben némi zavar következik, hát igen. Én pedig a szokások rabja vagyok, normálisan ugyanúgy étkeztem össze-vissza minden szart, amivel semmi probléma, mert általában gyomrom úgymond erős, csak a piát nem bírja. De így kajálhatok össze minden szart, tehát szedtem ezt az antibiotikumot. Na most, van az, hogy itt ülök a gép előtt, és hogy érzem, hogy csikar, és érzem, hogy ez egy olyan, na ez egy olyan emberes fing lesz, tehát, hogy most mindenki nézzen magába, fiúk vagyunk, mi ebből nem csak nagy ügyet, fogjuk azt, ugyanállam az alapkoncepció az, hogy bármilyen folyamatot csinálok, játszok, vagy film, szépen lepauzálom, felállok, és megadom a módját. Ugye ez az alapkoncepció, ezen nincsen semmi probléma. Mi történik akkor, ha ezt vegyítjük egy erős antibiotikummal? Csöpp! A kurva életbe! Hát igen, elmentem és a kellő higiéniai folyamatokat végrehajtottam, lefürödtem konkrétan. Most így vicces visszagondolni, mert hú, geci, jó volt. Még hál' Isten egyedül voltam a házban.
És akkor történt az, hogy hazajött édesanyám. Mutár, én nem vagyok hajlandó tovább szedni ezt a gyógyszert. Legyek továbbra is ragyás, nem érdekel, ha kilőg az egész világ. Én nekem nem pálya az, hogy nem finhatok egy jó ízűt. Tehát ez nekem így nem élet. Köszönöm szépen. Inkább leszek ragyás és röhögjenek ki. Nem érdekel. Köszönöm szépen. És így is lett. Azóta nem szerek antibiotikumot. De majdnem teljes életet élek. Ha értitek, mire gondolok. De ennek a történetnek meg van a fordított verziója, és ez is velem történt, ez még kisebb koromban. Ugye az előző, amit meséltem, az hát egy éve sem történt, szóval friss élmény. De a másik az régebben történt. Akkor valami probléma volt a gyomrommal, akkor éppen nem szedtem semmit, hanem hasmerésem volt, és elmentünk horgászni a családdal. Hát Dénes-Majorban horgáztunk, ez egy ilyen Gyulának egy ilyen kis picsefüst izéje, kint laknak 150-en ott, és van egy halásztó, olyan ott a gát mellett fut végig, és ki kell, mit tudom, hogy mész egy olyan egy kilométerre. Jó, hát ott ültünk, én éreztem reggel, vagy tudtam, hogy reggel hasmenni sem volt, és ugyanazt az érzést éreztem kint a halásztónál, és nem mondom, hát én a abban a WC-ben nem fogok, én nagyon ilyen finnyes vagyok mai napig is, nem fogok nyilvános buliba, rokonok laknak Dénesbe, akikkel úgy jóba vagyunk, lementünk. Vagy lemegyek én, gondoltam, elsétálok. Aha. Sétálok a gáton, érzem, hogy tehát, nem tudom, befeszített picsával tetetek el meg egy kilométert, én tettem, csodálatos történet, izomlázott a seggembe komolyan. Sétálok, és így azon gondolkoztam, hogy már ott gyanús volt a történet, hogy van egy olyan elmélet, miszerint nem lehet visszatartani a hasmenést, és én visszatudtam. Már gyanús volt a történet, de mondom, kurva erős vagyok, hát tudom csinálni, olyan jó vagyok, bárleg. Igen, lesétálok. Hála Isten, megérkeztem, nem történt semmilyen baleset. Ki? Nadrág, le! És ennyi. Érted? Csak fingalom kellett. És én sétáltam másfél kilométert. 45 perc kb. Vagy nem tudom mennyi volt. Már hát ugye ilyen érdekesen tettem meg azt az utat. Elmeséltem a sztorit apámnak. Ennyire ott a reakció. Így neveltük. Illedelmességre neveltük a fiamat. Mennyi. kész, mindegy, hagyjuk, elnézést kérek a gyenge idegzetű nézőimnek, de hát próbáltam disztingváltan fogalmazni, még így. De annyira nem is voltak ezek durva történetek, akárhogy nézzük, tehát végül ezek nem olyan, ezek csak ilyen kellemetlenek, befostam. De hát Isten nem volt olyan ziki, mert hát a saját házon belül maradt, tehát meg annyira nem is tud róla senki, most már meg tudja mindenki. Ez így a király, tényleg. Na mindig, ne szedjetek antibiotikumot, ezek a kedves az életetek, ne szedjetek. Cső.